Dicső Ferenc neve összeforrt a nyíregyházi kórház gyermekosztályával. Csak nem 4 évtizedig volt vezetője. Regnálása során hatalmas fejlődésen ment keresztül az intézmény kiskorúakat gyógyító részlege. A főorvos előző évvégi nyugdíjba vonulása után új vezető kinevezése volt szükséges, ezt a pozíciót pedig Varannainé Sós Andrea örökölte meg. Az osztályvezető 35 perc című műsorunkban elmondta, elődje munkájának köszönhetően egy kiváló csapatot kell a jövőben koordinálnia. A munkatársi közösség az egy olyan jól összeszokott csapat. Tulajdonképpen nem lehet azt mondani, hogy nagy különbözőségek volnának személyiségben vagy szemléletben a gyermekgyógyászat és a gyermekorvosi munka szeretete és a munkavállalás és a szolidaritás tekintetében. Tehát azt gondolom, hogy minden szempontból egy nagyon-nagyon jó munkahelyi közösségről lehet itt beszélni, és ez nem csak az orvosi vagy orvos kollégákra, hanem az ápoló személyzet, a szakdolgozói személyzet. Tehát minden szempontból egy olyan erős csapat dolgozik itt ebben ezen az osztályon, ami úgy gondolom, hogy elsősorban a dicső főorvos úrnak az érdeme, vagy nagy részt az ő érdeme, hiszen ő majdnem 4 évtizeden keresztül vezette ezt az osztályt, ő alakította ilyenné, amilyenné vált. Varannainé Sós Andrea több mint 35 éve kezdte orvosi hivatását, hosszú ideig a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei kórház Velkei László gyermekegészségügyi központ gyermekgyógyász főorvosa volt. A nyíregyházi gyermekosztályon 2021-ben kezdett el dolgozni, így vezetőként már jól ismert közegben kell bizonyítania. Én úgy kerültem ebbe a pozícióba, hogy 2,5 évet együtt dolgoztam a kollégákkal. Én beosztott orvosként, mondjuk a sürgősségi részleg vezetőjeként dolgoztam, de úgy összességében megismertem a kollégákat, megismertem az osztálynak a működési rendjét, beleláttam tényleg a munkám során, az ügyeleteim során minden osztálynak az életébe, illetve minden részlegnek a problematikájába is, vagy problémáiba is. Napi szinten tapasztaltuk meg azokat a gondokat, amik esetleg a betegellátás kapcsán, vagy a munkaszervezés kapcsán előfordulhattak. Tehát talán egy picit azt tudom mondani, hogy olyan szempontból szerencsésebb helyzetben voltam, mint az, hogy valaki megpályázik egy állást egy vadidegen kórházban, és nem ismeri sem a munkatársait, sem a kórháznak az előzményeit, vagy a történetét. Az új vezető célja, hogy fenntartsa az osztály eddigi színvonalát, és azokon a szakterületeken, ahol szakember hiány van, vagy állhat fenn a közeljövőben, fejlessze és segítse az utánpótlást.